Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! Jöjjön Destiny 2 Curse of Osiris nevű DLC-je. És eszembe se jutott, hogy ez egy DLC, mivel én előrendeltem a Destiny 2-t minden DLC-vel együtt, tehát úgy, ahogy volt, és olyan természetesnek vettem, hogy, hogy megjelent ez a DLC, és ez, ez nekem megvan, és kész. Tehát és, és úgy voltam vele, hogy ez, hát ez mindenkinek meg kell, hogy legyen. Aztán jött a szomorú felismerés, hogy ez a DLC igazából pénzbe került, csak ugye mivel, hogy mindent előre megvásároltam, így aztán nem nagyon törődtem vele, de hát mindegy, játszunk a játékkal, ugye megvan a DLC, örüljünk neki, úgyhogy bele is vágtam nagyon a küldetésbe, hát gyönyörű. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű. A pályák fantasztikusak. Gyönyörűen néznek ki, és. és, és ennyi és ennyit, Tehát egyszerűen ezt, ez, ez kell, hogy mondjam, hogy, 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 csak gyönyörű, mint hogyha a Bungie így megalkotta volna ezeket a világokat, és azt mondták, hogy hát szerintem ez így fasza lesz. Ezt, ezt hagyjuk is így, ezt benyomunk néhány enemit, aztán hadd lövődözzenek, aztán elkérünk ért pénzt. De ez szerintem fasza lesz. Szerintem be, be, fogják érni azzal, hogy ez a játék gyönyörű. És higgyetek el, hogy, hogy én tényleg grafikamániás vagyok, és van egy szintű grafika, ami alá én nem adok, még akkor is, hogyha az a világ legjobb játéka, tehát jelenleg ugye mondják, hogy a PUBG talán a világ legnépszerűbb játéka, de egyszerűen számomra annyira érdektelen, mert, mert nem úgy néz ki, ahogy szeretném, és nem úgy játszik, ahogy szeretném, és hát ja, ezért is nem foglalkozom például az a játékkal. Na de itt van a Curse of Iris DLC. 20 dollár, vagy 10 euró, nem tudom mennyibe kerül, sajnálom. De minden esetre egy, egy nagyon szomorú tényel ütköztem bele. Tehát mit, mit mondtak a Bungie-nél, amikor készítették a Destiny 2-t, hogy annyi történet lesz benne, hogy már panaszkodni fogunk, hogy mennyi tartalom és történet lesz az egész Destiny 2 mögött. Ehhez képest a single player kampány nagyon kis egyszerű volt, azt kell, hogy mondjam, és ezt a, az egyszerűséget, a gyönyörűség nem tudta kiváltani, és ugyanezt tapasztaltam a Osiris-nél is. Beléptünk ugye végre Mer, Merkurra, és, és megkaptunk egy történetet egy olyan karakterről, ami elméletileg a Destiny lore-ban egy hatalmas karakter, és ugye mondja is ott a, a szellemünk egy adott ponton, hogy ő volt az Avala, az Avala előtt, tehát hogy, hogy ő volt az egész toronynak az irányítója, mielőtt zavar átvette volna, tehát várhattunk volna valami többet, és euh, jobbat, és egy jobban felépített karaktert, amikor ezt bemutatják nekünk Destiny 2-ben, mindazok számára, akik csak most kezdték el a Destiny 2-t, ugye, most ugye beletelik egy napos nyomozásba, hogy ki volt ez az Oziris tulajdonképpen, és hát a játék ilyen mócsákat szól el róla, mint hogyha a történetíró úgy lenne vele, ah, hagyjuk az egészet a rákba, már nem ér semmit, és utána Konkrétan elkezdjük játszani a játékot, és így kiderül a történet, ami pusztán nagy vonalakban leírva csak annyi, hogy akadályozzuk meg a nagyon csúnya Vex jövőt, és itt fel is hoznám a Vexet, mint az egyik legérdekesebb enemit uh, a Destiny- történetében egy olyan robotikus fajt, ami téren és időn át tud utazni, de továbbá a előre megrendelt sorsban hisznek, szóval és, és fantasztikus technológiai képességgel bírnak, emellett mind megkaptunk egy unalmas bossfájtot, ami egy nagy lebegő robot volt, amihez különösebb érzelmeket nem tudtunk fűzni, mert a játék egyáltalán nem építette fel nekünk, hogy ki az, mi az, és miért van ott az a robot, és emel emiatt az egész fight és sekélyes, egyhangú menjünk, előre lőjük le az enemiket-szerű dolognak tűnt. Azért is nem csináltam meg ennek a videónak a korábbi revűjét, mert nem igazán éreztem vagy tudtam, hogy mi a bajom ezzel az egésszel, de így idővel elkezdett egy kicsit le tisztulni a, a, a kép. Tehát maga az is is egy. egy sekélyes karaktert kapott egy sekélyes uh, történettel és mikor végül kiátszottuk az egész játékot és Icorával találkozott a nagy Osiris kb. annyi volt, hogy szia, hogy vagy rég találkoztunk, igen, na most már mennem kell, mert még sok univerzumot be kell uh, járnom, szóval egy kicsit érdekes semmiség volt az egész küldetés, ráadásul rettentően repetatív volt, továbbá Merkurnak és a Vex erdőnek, ahogy ford, magyarra fordítva, az egész pálya szerkezete ilyen kihívásmentes játékot még ritkán játszottam, azt kell mondjam, tehát Mind gondolkodtam, hogy mit lehetne Destiny-ből csinálni úgy videót, hogy, hogy igazán úgy érezzem, hogy haszna van a közösség számára, és rejtem, hogy ez a játék annyira könnyű. Nem azt mondom, hogy kevés élvezetes, mert, mert ha élvezed az egyszerű shooter-t, a grindolást, és a gyönyörű grafikát, a fantáziadús világot, és, és mindezeknek a kombinációját, hogy élvezed napról napra, óráról órára, akkor a játék élvezetes, de ha hát, hogy nem kihívás, az biztos. Tehát nincs olyan, hogy hard level, kivéve, hogyha elmész a rédre, ami endgame. Ott, ott, tényleg van egy hard level és egy nagyon jó érzet, mert a csapattárs a kommunikálsz, együtt dolgoztok, és együtt a siker, és a többi. De mind emellé, ugye, hogy, hogy megkaptuk ezt a amúgy pénzt mertek kérni érte DLC-t, mert, mert szégyentelen, tehát olyan, mintha egy étterembe mész, és egy csak félig húst kérsz, de félig húst kapsz teljesen átsült helyett, akkor értitek. Na mindegy. Um, hol tartottam? Ja igen, tehát amellé, hogy, hogy eme, emiatt még pénzt elkértek, képesek voltak a X Strike-ot fizetett DLC mögé tenni. És ez megint csak egy rádöbbenés volt számomra, mert hogy ugye mivel megvettem a játékot minden DLC-vel előre, nekem természetes volt, hogy ott van. És rá se döbbentem, hogy lesz olyan, aki nem lesz ott. És a Heroic Strike, ami Destiny 1-ben ingyenes volt, és a játék eleje ott volt, itt most fogták, és jó, jó, ha sír a, a, sír a community, akkor adjuk vissza nekük a Heroic Strike-ot. De tegyük már be a DLC mögé. Ezáltal nem, hogy csak azt elérve, hogy. Um, megcsappantják a játékos bázist, megfelezik, vagy te teljesen, minden, mert lesz, aki nem veszi meg a DLC-t, mert lehet már ide korán ráébredt, hogy a Destiny valahol nem stimmel, és, és ezáltal megfelezik a játékos bázist és a strike-ot ami amúgy ugye egy nehezebb fajta sztrájk lenne, ahova többen, mert ahova kell, hogy legyen csapat, hogy összedövő, stb., megfelezve uh, még alig találsz majd játékosokat, is, és mindez még egy de, 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 fizetett DLC mögött is van, ez maga nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszomorító tény. Uh, azt kell, hogy mondjam. És, és ez fura volt rádöbbenni, hogy, hogy uh, ezért fizetni kell Konkrétan, mert mert annyira egyszerű volt megvenni ö, előre az egész játékot is. eltenni. Mondjuk jó dolog. Ja, és <laughs> még itt nem ér véget a kalváriája ennek a DLC-nek. Rengeteg új fegyvert hoztak be, ugye? Ö, ami ö, őszintén szóval csak egy riskin a, a régieknek amik be voltak. Behoztak új fegyvereket Destiny 1-ből, azért, azért nem semmi, tehát Destiny 1-ből újra bemutattak fegyvereket. Gondolom itt lesznek sokan boldogok, hogy visszakaptuk a Destiny 1-es, amúgy nörföld fegyvereket. Um, szóval Ér érdekes dolgok folynak itt, és még, mindezt, még mind még mind megfelelték, tehát nem elég, hogy pénzt kérnek a teljes játéké, majd még a DLC-l is, de en, ennek a dolgoknak, ami bejött, az 50%-a bright engramok, -ok, alias lootboxok -ok mögé van rejtve. Az 50%-a majd 100 item van uh, lootboxok -ok mögé rejtve. Jó, igen, igen, nekro, de ezek mind kozmetikumok. Hát srácok, legyünk őszinték itt, egy mai játékban, ahol RPG elemek vannak, és ő arról szól, hogy Girt cserélsz, kinézett egy cserélsz a kozmetikumok, rettentő fontosak a, a gamer számára, nem is számomra rettentő fontos, hogy nézek ki hol, érezzem azt, hogy fejlődésen megyek keresztül, érezzem azt, hogy hogy egyre uh, jobb lesz, nekem tetszőbb a karakter, mert ha ezeket nem érzem, akkor gyorsan uh, le fogok mondani tulajdonképpen erről a játékról. Nos, nekem a Destiny... Um, experience, tehát uh, még, még új, hogy mondani. De 1 egyen nem játszottam, mert nincs konzolom, és nem vagyok konzolpárti, és sajnáltam is emiatt, hogy ez egy olyan játék volt, uh, ami kimaradt az életemből, de ahogy hallom utólag, tehát annyira nem <laughs> nagy baj, de, de Destiny 2 nekem még egy új, és még ott tartok, hogy, hogy tetszik, és, és élvezem, és szeretek vele játszani uh, egyelőre, de Reméljük, hogy a jövőbeli DLC-kben nem, nem lesz ennyire sekélyes, hogy őszinte legyek. Egy pozitívumot azért fel tudok sorolni mind mindezek mögé, ö, hogy nincs már olyan sok időm játszani, mint régen. Tehát dolgozik az ember, fáradt, stb. Néha néha letök ülni egy órát, kettőt játszani, és azt kell mondjam, hogy így, hogy. Tényleg egy órát, max kettőt játszok ezzel a játékkal hetente. <sínt> így konkrétan, így ez az egész grindolás a semmiért, vagy a grindolás a Brightengramokért, mert pénzt nem vagyok hajlandó kiadni, hogy, hogy Brightengramokat engramokat vegyek, vagy szilvert vegyek, semmit, tehát egyszerűen nem vagyok hajlandó ezért kiadni pénzt, mert ennyit nem ér. Nem egy Warframe kategóriájú játék, azt kell, hogy mondjam. Öhm, hogy nincs időm játszani, így aztán ez az egész grindolás öh, nem tűnik olyan masszívnak. Öh, úgy tűnik, mintha mindig valami újat kapnék, és örülök neki, mivel hogy, má, hogy, hogy keveset játszok, úgy mindennel, és még semmiből se túl sokat, így aztán nem tűnik fel annyira ez a ez a sekélyesség, amit a játék tud tartalmazni, mivel, hogy pont, hogy nem játszok vele keveset. És um, azt kell mondjam, hogy hogy, hogy 2017-ben nagyon-nagyon panaszkodunk a, a Call of Duty-ra, vagy nagyon panaszkodtunk a Mass Effect-re, és őszintén szólva a Call of Duty World, at the World War 2 mindent hozott, amit ígért, Sem, és semmit nem ígért túl. És a, szóval a játék, ami évről évre ugyanaz, mégis ott tart, hogy nem ígér semmit se túl. Nem mondja azt, hogy több és jobb lesz, csak azt mondja, hogy ugyanaz lesz, de azt, azt hozta maximálisan, és nem feltétlenül hazudott a pofánkba, hogy jaj de rossz, vagy jaj de jó leszek, és több leszek, mint ami voltam. Emellett például a msf a Mass Effect Andromeda lehet, hogy ronda arcmimikák voltak benne, és lehet, hogy sekélyes volt a történet, de nem feltétlenül mondtak róla über pozitívunkat, és az a játék is hozta mindazt, amit úgy uh, ígértek, de nem azt, amit mi játékosok elvártunk volna tőle, ha értitek, mire gondolok, tehát mi sokkal többet vártunk volna el, mondjuk egy Mass Effect Andromédától, mivel hogy a Mass Effect univerzum elképesztően jó volt, és jó játék volt, és ugye a léc az nagyon-nagyon magas volt, és nem bírták megütni ezt a lécet a Mass Effect Andromédával, de nem teljesítették alul azt, amit ők maguknak feltették. És ugyanezt a elmondani a kodra is. Ezzel ellentétve a Destiny kettő azért azt mondta, hogy egy nagyszerű leszek, de ez e csak average lett. De hogyha kevés időt játszol vele, mert hogy más játékokkal is el vagy foglalva, vagy éled az életedet, akkor a Destiny 2 egy kellemes kikapcsolódás tud lenni, még Curse of Osiris DLC-vel együtt is. De, ha viszont az új itemeket és új fegyvereket és az új sztrájkon részt akarsz venni, Hát azért fizessék, tehát egyszerűen röhelyes. Nos, srácok, um, én még úgy vagyok vele, hogy kitartok a Destiny 2 mellett, mert, mert még élvezem, és jó, és, és, és úgy, úgy még ninc, nem, nincs elegem ebből az univerzumból, mondhatni, uh, és, és tetszik a mögötte lévő lore, meg amúgy is sci-fi szóval nagyon-nagyon szeretem uh, a science fiction-t, és annak ellenére, milyen kevés és sekély történetet és információt kapunk a különböző karakterekről a, ebben a a játékban, annak ellenőre szeretem a fantáziámmal tovább gondolni az egész történetet, hogy mi lenne, ha, és, és ez így kiegészül számomra a játék élvezettel. Nem tudom ti, hogy látjátok, miért játszátok a Destiny 2-t, mi az, ami tetszik benne. Volt egyszer egy nézőm leírta azt, hogy a Destiny 2 már megjelenéskor több volt, mint a Warframe, um... Negyede sincs a Warframe-nek. Azt kell, hogy mondjam. Destiny 2 jelen pillanatában, még ezzel az új DLC-vel is. És emlékszem, a GameStar csinálta annak a Warframe-ről például egy review-t, és az, ami azóta a címe, hogy gyönyörű egy hangúság. Hát én most ezt a címet adnám a Destiny 2-nek igazából. Nos, srácok, ha tetszett a videó, dobj lájkot, talán lehet ilyet kérni erre a videóra. Nos, minden esetre. Még több Destiny, ugorjatok el a csatorna, iratkozzatok fel a Facebookon, megtaláltok. Uh, The Necro Army Destiny 2 klán létezik, lehet joinolni, kérem szépen. Továbbá had uh, emeljem ki, hogy létezik Destiny 2 magyar közösség. a további infóra vagy uh, kíváncsi, akkor dobj egy üzenetet nekem Facebookon, és akkor hozzá segíthetlek ehhez a közösséghez, hogy mindig játékosokat találj, vagy éppen a mi lánunkba való csatlakozáshoz. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!